pályán gőzni is fogunk. Büszke lesz ránk szép kis városunk. Írsa, írsa, Albert, írsa győzelemre fel. A három pontot nagyon-nagyon kell. Írsa, írsa, Albert, írsa győzelemre fel. Egy erő fiunk ma ünnepelni kell. És kérem szépen a gulyásleves és mamát. Főszakácsunk. Sose jó Isten, ezek megviseltek bennünket. Gobi is itt van már. Na, egy ízlés, ízlelés. Tele vagyunk italokkal is. Minden játszik. Oh-oh. Viktor már megjött. Ez a vendégváró asztal, Jani bácsi, üdvözöllek! Igen. Vendégváró asztal, kedves vendégeink érkeznek egy aperitívet meg isnak, egy üdítővel, és utána fáradhatok be a szentélybe. Köszönjük szépen! Önnek a vendégek, élnek a vendégek! Édesanyám, elviszél autót! Elmondtam, hogy nem, hogy hívják, hogy... Nem azért mondtam. Oda néz! Ott! Nézzetek ide! Már érkeznek a versenyzők saját nyilakkal. Igen. A George Legger saját nyila érkezett, amit természetesen kezéből nem fog kiadni. Ugye, George? Pál. Igen. Köszönöm. Na, hát akkor... Most adjuk meg az árúnak a színt, hogy piros pozsgás legyen. Na, most nézd meg a színt, hogy ki maga. Fel a színt, mondtam, hogy kiértek. Muszáj volt hagyunk rászkevére, mi van ára a helyszínűk a májkárkot. Színe, Robika, kifék. Ugyanannyi a pont, mint a plusz. 68. A 68-ra jön. Köszönöm szépen. Kérem szépen, még a vadkacsa is meglátogatott bennünket, mert az imént szakadt a teső. Hát ennyi. Az öreg, megérkezett az arci barátunk, igazi legenda Albert Einstein, ugye? Ilyen emberből kellene még sok, remélem még sokáig köztünk marad, sokáig részt az öreg fiúk rendezvényén. Jó, érezd jól magad, öreg! Ez a lényeg. Egészséged előtt probléma, mit kell már rendben. Gyere ide mellém, akkor már fotózunk bennünket. Adott attól, hogy évek legüleged nálad, egy fokkal felhűzőkebb vagyok. Mi? 78. Én meg 72. Én meg 72. Van leszek én is ennyi erőt. De én már fotózni ebben a korban nem fogok. Még így tergessük egymást, rúgdossuk egymást. Ügyeskedjetek, ügyeskedjetek, ez a lényeg. Jó. Akkor mutasd meg, mit kaptál az előbb. Nézd meg! Nézd meg, mit kapott! Figyeljetek ide! Mátó, ez a sánc a 17-es! A jobban, nem? Mikor ez két a harmad? Belilultunk, gyerekek, belilultunk! Hat éve lejárt a szavatosság ideje, akkor az egyszer. Tedd bele! Még el se kezdődött a buli! Már is főrobbannak! Elkészült 14 óra 45-kor észreadtam az árut. Egészségetekre, gyerekek! Három időt! Isten értesen! Köszi szépen, igaz, falkézzel, de mindegy. Ja! Gyere, Gyere! 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 Gyere
kusztustalan vagy te. Hallott, Pali? Pali? Ha jelentkeztem a űrhajós kiképzésre, azt adtak azonnal egy egyenlőre. Hallom, hogy egyeszteket az elő, majd mindjárt elő kell a A következő úgy néz ki, hogy nem látszik a teteje. Suda! Buksi Suda! Várjál! Megkutyulom. És azt mondja, hogy úgy szól, hogy Viktor! Következő a Viktor játszik. A forgácsot húzott. Pillanat. Miért? Zacskó! Viktor Zacskó! Szevasz, megy! Hol van? Zacskó? Igen. Zacskó? Valaki nem állított. Soha nem is dobtam. Nem, igen, nem. A fosztán, és nem lehetett. És egy öreg fiú, Dárc bajnoka, külön serleg. Lehet ittem pénzbe dobva, ez mindennél többet ér. Ez a utolsó partira fog menni. És a öreg fiú, Dárc bajnoka. Ki lesz, azt nem tudom, majd meglátjuk. Hát akkor üdvözlök minden kedves vendéget. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves díszvendégeket, Jáger István urat, Kövecses Gyuri urat, Lány Robi urat, Koncsik János urat, akinek egyben születésnapja van, nagy tapsot kérünk szépen. Köszönöm szépen. Megtiszteltel köszöntöm Csőgondás László, Varga Károly urat. Örülök, hogy itt vagytok köztünk, és eljöttetek a évzárunkra az öreg fiúknak. Pár szót arról, hogy mit is csináltunk ebben az évben. Azt, hogy 50 éve vagyunk egy páran, az csak a hecnek a lényege. Józsi bácsi tiszteletére van ez, hogy a Tabányi Zsoltán. Jó. Amit csináltunk az, hogy újra letottunk egy 2023-2024-es bajnoki évet. Ne felejtsük el, hogy 21. éve tudjuk le folyamatosan ezt. Ezt azért, amikor akármilyen eredményt is érünk el, azt ne felejtsük el, hogy ez egy olyan dolog, hogy 21 éve elmentünk minden egyes mérkőzésre. Lejátszottunk minden egyes mérkőzést. Ez nagyon nagy dolog. Higgyétek el nekem, akármilyen eredményt értünk el, 21 éve itt vagyunk, és minden hétfőn elmegyünk, lejátszunk, eszünk. Aha. Gondoljátok bele, aki ott volt hétfőn, vagy bocsánat, kedden. Kikaptunk, ugye? Milyen hangulat volt utána a meccs után? Fölrobbant a sportbüfé, vagy a klub helyiségnek a helyisége.
kikaptunk, de akkor is jó hangulat volt. És ez a lényeg, hogy a hangulat jó volt, a társaság jó volt. Megmondom nektek tiszteletben őszintén, hogy abba akartam hagyni. Nem titok, gondolom többen tudtátok. Szerman Zoli, Szabály Zsolti. Mit mondott nekem? Adjunk még egy évet. Hát akkor adjuk. Ha két öreg, aki együtt vagyunk 46 éve, azt mondja, adjunk, akkor adjunk még egy évet. És akkor adunk még egy évet nekünk. Remélem, hogy mindegy milyen lesz az egy év. A végén, majd ha eljön az egy év, leülünk, megbeszéljük, és ha úgy döntünk, hogy mégis nem, azt kívánom, hogy legyen olyan, aki viszi tovább ezt a tradíciót, mert 21 évet nem lehet így abba hagyni. Szóval nagy a probléma, mert a Varga Karcsi, a George és a Viktor nagyon jól tudja, hogy például a felnőttből nem tudok senkit. Hogy hívják? Danika, milyen Dani? Szerman. Megkérdeztük, ő abba hagyja. Menjél már 33 éves, abba hagyja, hallod? Szóval ezeket, ilyen embereket nem tudunk a felnőttből igazolni. Hála Istennek, a Ponsai Laci itt van közöttünk, a fiatal, a Peti, aki sajnos most nem tudott eljönni, itt van közöttünk, fiatal. Ha esetleg tudunk erősíteni, az nagyon jó, ha nem, tisztelettel és becsülettel le fogjuk nyomni ezt az évet, és utána újra itt leszünk, és meg fogjuk beszélni. Nagyon szépen köszönöm még egyszer Varga Károly, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az lenne tiszteletbeli kérésem, ha úgy gondolja ő is, hogy egy pár szót szóljon hozzánk, és utána folytatom. Parancsolj, Karcsika! Jó. Ez is előre, mert igen, mert... Csak úgy gondolod. Ah, igen, ja, igen, de csak ezt úgy gondolod. Ez már parészült is. Nem, tényleg nem. Tehát csodan csak viccel. Egyébként meg kapus, és mint tudjuk róla őket, a játékvezetőket és a kapusokat, a Jóisten azért teremtette a világra, hogy bonyolítsák az életet. Pali mezőnbe is szenzációs lenne, mert ide néz és oda passzol. Na, tehát tényleg Isten lássa lelkemet, ahogy a Pali is célzott rá, semmi átsó szándék nincs. Én köszönöm, hogy meginvitáltatok, illetve köszönöm, hogy ilyen erős és jeles mezőnyben említetted meg a nevemet. Isten éltesse az ünnepeltet. Köszönöm. Meg természetesen az öreg szívukat is. Én inkább tényleg csak gratulálok, illetve ahogy a Pali is mondta, 21 év az 21 év, a 46 az meg 46 év. Igen, tudom, mert ott 50-et épp, hogy átléptem, és majdnem csilingeltek, tehát nyilván minden útnak így van, minden útnak megvan a nehézség, meg a könnyebbik része is, úgyhogy én még ha nem is úgy sikerült az elmúlt idény, ahogy kellett volna, de én meg azt gondolom, hogy ennek a közösségnek pont az is jelképezi az összetartozását, hogy itt megfér egymás mellett a zöld-fehér, meg a lila-fehér, a kicsit öreg, a régebb óta fiatal. Úgyhogy mondom, gratulálok nektek elsősorban az elmúlt 21 évhez. Én arra kérlek benneteket, hogy az nem meg ne forduljon a fejetekbe. Valóban, ahogy elhangzott, ugye engem máj napig nem tudom, hogy a jó vagy a bal sorsom, ugye ott 18 környékén kerültem vissza vagy ide a sportegyesület környékére. Azóta ott ugye eleinte Pistával egyetemben próbáltuk kézbe tartani, és nem egyszerű, nehéz. Tehát sőt, amit ott a Pista annak idején elmondott, annak azt gondoltam, hogy ha a fele igaz, akkor se lesz egyszerű, és majdnem minden igaz, úgyhogy valóban nagyon nehéz. Miközben meg azt gondolom, hogy ezek a közösségek viszik előre a világot valahol, és az se baj, hogyha nem értünk egyébként bizonyos dolgokba egyet, mert egyébként meg azt gondolom, hogy a viták szintén előre visznek. Tehát arra kérlek benneteket, hogy semmiképp se azon törjétek a fejeteket, hogy hogy hagyjátok abban, hanem hogy és kinek adjátok át a stafétabotot. Én azóta lehetőségeimhez mértem minden alkalommal, ugye itt a Tabányi Szekeres Cerma Mester 3-asról igyekeztünk is megemlékezni. Ígérem, hogy a jövőben is, amennyiben módon is lehetőségem lesz rá, akkor egyrészt próbálunk nektek segíteni, másrészt meg keressük azt, hogy tudunk benneteket erősíteni, jó? Ehhez kívánok mindenkinek elsősorban jó egészséget. Ugye, ahogy az előbb mindezt lefixáltuk, kellő kitartást, és nyilván időnként azért olyan sikereket, amiből nem csak a kudarcokból, hanem a sikerekből azért könnyebb építkezni, úgyhogy sikereket is ehhez, jó? Még egyszer köszönöm, hogy itt lehetek.
soha nem tudjuk megmagyarázni senki ezt a dolgot, hogy 11 győztes meccs után hogy lehet az, hogy hetet vesztünk egymás után. 11 győztes meccs. Utolsó 6 bajnoki megnyerjük, utolsó, vagy a következő 5 felkészülését megnyerjük, és utána kikapunk 7-szer. Ezt nem tudjuk megmagyarázni. Van oka, biztos, majd elgondolkozunk rajta, hogy miért. De akkor is itt vagyunk. Akkor is itt vagyunk, és csináljuk. Egy két dolgot meg szeretnék említeni, mielőtt elkezdenénk kajálni. Nagy tisztelettel köszöntöm Erős Károly közöttünk, aki úgy gondolom, mind a korára és mind a játékos pályafutása egy legenda. Köszönjük, hogy itt vagy megint közöttünk, és reméljük, amikor tudsz, eljössz, amikor meghívunk, mindig itt leszel közöttünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt van közöttünk Jágar István és Kövecses György barátunk, aki javarészt a mérkőzésen István idegenben is ott vannak. Várjuk szeretettel titeket. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm és tisztelődet a George-ot. 99%-ban minden mérkőzésen öreg fiúkon megjelenik. Nagyon szépen köszönöm. A rossz teljesítmény mellett azért ne felejtsük el, hogy voltak szép dolgok is az életünkben. Mi az első dolog? Készült egy olyan film az Írsa Öregfiú csapatról, ami megmondom őszintén, hogyha körbe mennénk a Pest megyébe, nem biztos, hogy sokat találnák. Lehet, hogy Varga Károm, hogy tud ebben segíteni, hogy van-e ilyen. Egyáltalán, hogy valaki egy filmet készít a csapatáról. Ehhez természetesen olyan emberek kellettek, akiknek az agyába már rég megfordult ez a dolog, mint például a Süket és Néma válogatottal játszottunk, ugye, az is megfordult valakinek a fejében annak idején, elkezdtük, megcsináltuk. Szóval nagy-nagy szeretettel köszöntöm ennek a két dolognak a elkészítőjét, mert ha ők nincsenek, ez a film nincs, ez az öreg fiúk, amit majd meg fogsz nézni 20 év múlva nem lett volna, de hála Istennek van, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm ezért, és hálás tisztelet Láng Robinak és Koncsik Janinak! Ezért megkérem egyesével Láng Robi barátokat, tessék kifállalni a hozzám! Hatalom vagyok, lányát! Nagyon szépen köszönjük, és reméljük, hogy 10 év múlva még egyszer velünk ilyet csinálni. Igen, igen. Még aztán Janival azt még... És természetesen köszönjük szépen Jani barátunknak, aki a technikai dolgokat oldotta meg. Ha ő nincs, akkor ez nincsen. Nagyon szépen köszönjük, Jani barátunk. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Foglaljatok helyet. Köszönjük, János, vedd át a kamerát. Annyit, hogy azt nagyon sajnálom. Annyit, hogy azt elnézést kérünk, hogy nem tudtunk mindenkit megszólítani. De nem is vagyunk profik. De hát igen. Nem. Igyekszünk azok lenni. Azt úgy érezzük, hogy egy profi munka volt, amit csináltatok, hogy mindenkit nem tudtunk megszólalni, aki nem jött el, nem tudjuk megszólítani. De aki ott volt, azt megtudtuk. És jó, ez volt a kerek. Én szerintem, hogy Jani, benne van, a folytatás következni. Reméljük. Lesz rá indok. Nagyon szépen köszönjük. Gratulálok. Gyere, vegyél minket is. Köszönjük Suda Jani barátunkat! Suda Jani, ha megérkezett közé. Mielőtt elkezdenik a lényeget, a kaját, ugye? Szeretném magamhoz szólni, hogy ide a táncparketre Koncsik Józsi barátunkat. Gyere ide, Józsikám! Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy velünk. Majdnem mondhatjuk már, hogy évtizedek óta. Jön velünk majd nyugdíjba, ő már nyugdíjban van régóta, de mi elmegyünk nyugdíjba, ő még mindig ott lesz velünk. És ez a dolog, ez nagyon nagy dolog, egy olyan ember tud nekünk rendezvényeinken, évzárunkon segíteni, és elmondom nektek, hogy egyszer se fordult meg a fejébe az, hogy azt mondja, hogy nem.
mindig itt volt velünk, azt mondta, mindig jön, és csinálja finomnál vacsorákat, ebédeket, ezért fogadt tőlünk ezt a legjobb szakács kitüntetést egy serleggel. Nagyon szépen köszönjük, egy nagy tapsot kérünk szépen! Nem lehet megszólítani. Lefumigáltad a szerelésemet, pedig ez is vissza tudom hozzátok vezetni. Jelentkeztem űrhajós kiképzésnek, és azonnal adtak egy NATO egyenruhát, hogy az írsai öreg fiúk is elérhetik majd ezt a szerelést, hogyha jelentkeznek annak idejére. Éljétek meg! Köszönjük szépen! Mielőtt bármit kezdenék, két dolog van még. Pistát meg kell, hogy jöjjön ki. Na srácok, én csak annyit akarok mondani, hogy tudjátok, hogy ahogy a Pali is említette, mi elmegyünk vidékre is, ketten, hároman, négyen. Itthoni meccseken itthon vagyunk, itt vagyunk. És azért böngészünk a statisztikákat is, és ne adjátok föl, mert kikaptatok, ki a francot érdekli, hogy vereséget szenvedtetek vele. Azt kell megnézni, hogy kitör. Az átlag életkorú 8-10-15 évvel fiatalabb, mint ti vagytok, és itt, ha jól tudom, senki nincs fizetve a játékáért, hogy itt fizetett játékos legyen. És nézzétek meg, hogy a többi öreg fiúk csapatban, ott fizetett játékosok játszanak, akik pénzt kapnak azért, hogy játszanak ti meg szeretetből. Úgyhogy ezt köszönjük nektek, jó? És további folytatást is, mi ott leszünk majd tovább. Na, még két-három dolog, komolyan. Először is megköszönöm Norbi barátomnak, hogy újra itt van közöttünk. Nekem nagy segítség minden szempontból. Ti ezt nem tudjátok milyen szempontból, de tudjátok, mert rájöttök majd egyszer milyen szempontból. Köszönöm szépen, hogy újra segítesz nekem, Norbi. Akkor a ebéd után komoly dárcversenyek érkeznek. Figyeljetek ide! Az első kettő pénzdíjas. Első kettő, azt már megbeszéltek, pénzdíjas. A harmadik külön díj, amit én adok nektek, az a legnagyobb díj, amit el lehet nyerni. Jó, szóval az első kettő pénzdíjas, és a harmadik, amit a kocsiba figyel még nekem, majd hozom, és a legjobb fogja megkapni, jó? Minden, nem Pradimez. Mindenkinek jó étvágyat kívánok, köszönjük szépen Józsi bácsinak a finom ebédet, és a Gyuri bácsi jön. Szeretne mondani egy pár szót. Nem sokat, mert mutapadok. Igen, mert én elkezdek beszélni, akkor a sebége se hosszabb. Most csak a lényeget szeretném kihangoztatni. Itt elhangzott a patyától is, meg tőletek is néhány olyan gondolat, hogy abba hagyni. Micsoda? Mit akartok ti abba hagyni? Hát az itt a fő probléma, hogy én 73. éves vagyok. Én nekem, nem focizom. Nekem még... Jó, van. De van még nekem olyan is dolog, hogy... Utolsó meccsek előtt? 10 évet még valahogy szeretnék végig megkelni. És mi az Úristen csinál itt minden hétfői napon akkor, ha ti már nem vagytok? Hétfőként nekem mérkőzésre kell mennem, hova? Hívjál meg a tölcsfallat! Az öreg fiúk mérkőzésre kell, hogy menjek. Úgyhogy nem hagyhatjátok abba 10 évig legalább. És utána folytatjuk, mert én még nem adom föl. Úgyhogy ennyi szerettem volna hozzátenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy sok sikert nektek a továbbiakban. És akkor, amit mondtam a beszédem végén, igen, hogy én ezt szeretném, hogy amikor én, meg a Cira, meg a Törcsi azt mondjuk, hogy már vége, meg a többiek, akkor lenne, aki átvenne tőlünk. Mert akkor azt olyat éreznénk, én is, meg a két barátom is, hogy amit csináltunk eddig, nagyon jó volt, mert van értelme, mert valaki átveszi. Ha nem veszi át, akkor nekem egy kicsi űr lesz az életemben, hogy nem ért semmit, amit csinálok. De éjjön, csak megvárom. Na, hogy éjjön! És akkor véget szó, hajrá, Ilsa öreg fiú! Szevasztok! Mindig utáltam a megkülönböztetést. Régi mondásom, én nem vagyok rasszista. Én egyformán utálok mindenkit. Ezért a legelső merőkanál előtt majdnem a legjobb barátomnak viszem a egyéni ebédet. Tessék! Mondjuk egcajgom nincs hozzá, nem tudom, hogy mi van benne. Majd megeszik, én csak ezt teszek. Köszönöm szépen!
ez jó. Ez igen, külön kaja. Ez már kiáll. Köszönöm szépen, Patikát. Ez már kiáll. Jó ételj, jön, tessék, hozzá fel, hogy valószínűleg. Tessék, hogy mindenki oda menne, Józsi bácsi. Egyben tűz fognak ide jönni. Igen. Menjetek fel, gyerünk. Hova? Várjál, neki. Szín. Öt én megyem van. Gyere erős, barátok! Ide jössz enni, Barna? Köszönöm. Hallod, amit az évek során megettek egy babot, meg gulyát, már NB1-be kéne játszogatokra. Jöjjön, barátom! De jó részt! Van asszony! Ez a palázó. Jó, 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 olyan emberek érkeztek, és olyan hölgyek közénk, akik nekem nagyon fontos. Gyertek közeljét, drágáim! Szerintem mindenki ismeri ezt a két hölgyet, Albert és a mérkőzések, dehogy nem. Ők nekem nagyon fontosak, méghozzá miért, elmondom. Ne értsetek félre semmit. Molnár, főleg te, jó? Jó? Ezek az én lányaim, akik bármilyen rendezvény volt Albert Isán, a Ferencváros évzáró, ők mindig segítettek neked. Ezek a segítség, óriási segítség, mert ők nem segítenek, akkor még lehet, hogy az a rendezvény most is tartaná. Ezért nagyon szépen megköszönöm, hogy itt vannak, eljöttek, megtiszteltek minket, az a tiszta kérésem, érezzétek jó magatokat, jó étvágyat kívánok! Na, sziasztok, elviszem tőletek, menjetek, üljetek le, gyertek, fogok! Palacsinta! Halló, palacsinta is! Van finom Malibu a Zsorstól. Jani bácsinak a pálinkája, aki most tart épp a születésnapját, épp a születést a mai nap folyamán. 20-at. Vagy Jägermeister, melyikre gondolsz? Nagyon kicsi pálinka. Pálinka, igen. Igen, várjál. Jani bácsinak is adunk egy kor. Vigyázz, törött az, igen, vigyázz. Meg volt repedve. Gyorsan. Drágaim, kedves egészségetekre, köszönöm, hogy itt vagytok, Isten éltessen Jani bácsi! Isten éltessen Csókollak! Köszönöm, elnézést, hogy ballalkot szintén kárt. Nyugodtan, az a lényeg, hogy betöl! Köszönöm szépen, gyerekek, egészségetekre! Minden esetre nagy-nagy szeretettel szeretném megköszönni Karcsi barátomnak, Vargának a felajánlást.
aki mint magánszemély ajánlotta fel a mai rendezvényünkre a húst. Szóval nagyon szépen köszönjük neki. Mint magánszemély ki szeretném hangsúlyozni még egyszer. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Tovább jó étvágyat szívem. Mit a teljesítem? Ami szemszájnak Robika, egyél szépen, mert különben elveszem, ha nem szépen eszem. Igen, anyukám mondta. Gyökér ingyen élő, bazd meg! Sörök szétáznak itten, kérem szépen. Zuli bácsi, vegyél már készült, mert elázik teljesen a doboz. Szomjas vagyok. Hát elázik a doboz tisztára. Nézd meg, forszni szét a... Nem, sofrani, nem szeret, sofrani. Na most ilyen van kellene, nem vagy következő. Egészségetekre. Rosszikám, húzd ki magad, halad, vízzel, vagy három kilót, a mesztet. Tömi a fejét, hogy majd el a szakad. Büszke lesz rám szép kisvárosunk, írsa, írsa, a győzelem.